Köszöntöm a stúdiónk mai vendége Tóth Ferencet, a Mékúti Országos Foglalkoztató Bajnokság versenyigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat. Köszöntöm a kedves nézőket. Fábián Sebestyén után megyünk Mékútra, de kezdjük Fábián Sebestyén a beszélgetést, hiszen egy válogató verseny volt, országos bajnokság. Igen, hát több tíz éve már a Fábián Sebestyéni verseny mindig az évadnyitó verseny. Egy nagyon színvonalas nemzetközi versenyről beszélhetünk. Ebben az évben is így történt. Fábián Sebestyén előtte Hetényegyháza egy kisebb A-kategóriás nemzeti versenyt rendezett, majd pedig jött Fábián Sebestyén egy nagy nemzetközi versenye. A magyar mezőny teljes egészében fel is vonult, úgyhogy jó alapokat szereznek itt a világbajnokságra. Mi a kettesekre, négyesekre vagyunk kíváncsiak, hiszen EB és VB következik, gondolom ez válogatási szempontból fontos verseny volt. Így van, hát a szövetségi kapitány, aki ilyenkor már árgus szemekkel figyelik a versenyzőket, hogy ki milyen formában jön elő a téli felkészülést követően. Egy elég nehéz telünk volt, az időjárás nem igazán kedvezett a fogadhajtóknak, hisz nagyon sokáig volt fagy, hosszú hideg, de ettől függetlenül úgy tűnik a Fábián Sebestyéni versenyt nézve, hogy jól fel tudtak készülni. Vannak-e új fogatok, összeállítások? Igazából nem. Tulajdonképpen a négyes fogat kategóriában hasonlóan az előző évek közül ugye a Dobrovics család nagyon erős, ugye édesapa és fia, akik a Fábián Sebestyéni négyes fogathajtó versenyt is hát idézőjelben uralták. Nagyon erősek a Lázár testvérek, hasonlóan jól felkészültek, mint ahogy mindig is szokott lenni. A Lázár Zoltán, Lázár Vilmos páros. Hát látjuk is, hogy a kettes mezőnyben ugye a Vilmos meg is nyerte a kettes kategóriát. Tehát úgy gondolom, hogy ezekre a családokra ebben az évben is tud alapozni a magyar fogathajtó mezőny. Dobrovicéknál van egy őrségváltás, látjuk az ifjú Dobrovic versenyzését, de mi lesz a többi szakákban? Mert jó lenne már egy fiatal korosztályt is bevonultatni a legjobbak közé. Valóban így van. Kicsit nehéz az egyes fogathajtó kategória. Talán az, ami nem talál igazán magára. Tehát látjuk, hogy nincs olyan klasszis versenyző, aki az egyes fogat kategóriában oda tudna érni. Nyilván a szakáknak azért vannak eszközei, és hát próbálja az egyes fogathajtó kategóriát is világszínvonalra felhozni, több-kevesebb sikerrel, de nyilván ez a nagyon nagy kihívás, hogy az egyest felhozzák. Lipica Aachen, mit várhatunk a két nagy megméretetéstől? Hát Lipicában a kettes fogathajtó világbajnokság, úgy gondolom, hogy a Lázár testvérek 100%-osan fognak mindent megtenni azért, hogy jó eredményt szerezzenek. Az ő számukra a jó eredmény nyilván a világbajnoki cím. Tehát gondolom, hogy olyan hagyományaik vannak, hogy ez az érem, ami elfogadható érem számukra. És hát rendjén is van így, hogy hiszen egy sportolónak nyilván az aranyérem az igazi érem. Aachen azért az már egy keményebb dió, hisz a négyes fogathajtó kategória azért nagyon erős a világban. Nagyon nehéz őket megfogni, és hát Aachen az a magyarok számára az egy nehéz verseny. Hollandia, Németország előttünk áll, és olyan nevek szerepelnek a rangsorban állandóan, akiket már kicsit ununk. Mikor lesz ott is őrségváltás? Mikor tudunk oda beférkődni közéjük? Tudjuk, hogy a négyes fogat összeállítása sokkal nehezebb. Sokkal több pénz, sokkal jobb lótenyészettel kell rendelkezni. Hát egy kicsit szerintem a négyes fogat kategória olyan, mint a Forma 1, amikor már volt egy időszak. A király kategória. Igen, a király kategória, és volt is egy időszak, amikor bizonyos versenyzőket nem lehetett megverni, és az ember tudta, hogy a papírforma fog érvényesülni. Ugyanígy igaz ez a négyes fogathajtó kategóriára is, ugye a Chardonnay-ék és a Freud-ék, tehát ők nagyon erős fogathajtók, és nagyon nehéz megverni őket. Én úgy gondolom, hogy nem csak a lótenyésztés, hanem Németországban, Hollandiában nagyon erős a nyerges sportok, a lovasvilág. És azért ebben a kategóriában nagyon sok tudást idézőjelben áthoznak a fogathajtók a nyerges sportoktól, tehát a díjlovaglástól, a díjugratástól, magától a lovaglásból. És mivel nagyon magas szintű a lovasképzés Nyugat-Európában, ennél fogva a fogathajtásba is ez begyűrűzött, és nagyon komoly fogathajtók jöttek elő. Mékútra figyelünk, lesz-e valami kísérő rendezvény a fogathajtó versenyen túl? Igen, hát Mékút egy új versenyszínhely, aminek nagyon örül a szakág, hogy egy újabb versenyszínhely jött elő nemzetközi szinten. Az első versenye Mékútnak a nemzetközi versenypalettán. Egy CIA háromcsillagos versenyt rendeznek, amely egy nagyon komoly nemzetközi kategória.
több éves szünet után kisebb versenyeket nyilván Mékót rendezett, de most ezzel a nagy nemzetközi versennyel próbálkozik Mékót. Kísérő rendezvények hasonlóan a Fábián Sebestyénhez, elsősorban családi program is. Tehát ha kilátogató családok kijönnek, akkor a gyerekek is, és akit igazán a lovasport talán a családon belül nem érdekel, az is megtalálja a szórakozást magának. Tehát kirakodóvásárok, gyerekprogramok, kísérőprogramok ugyanúgy lesznek, koncertek az esti órákban. Időpontról beszéljünk. A jövő hónap legelső hétvégéje, 1-4-e, tehát június 1-4. Szeretettel vár mindenkit a versenyrendezőség Mékúton.